Ezt tényleg senki nem gondolta, hogy az idei két ötötre végződő nagy meccs után a harmadik ennyire sima lesz a Szekszárd és a Budaörs között. Pedig Pergerrel, Fazekassal is felálltak a fővárosiak, az ezüstérmesek, akiket 7-0-al szinte lemészárolt a bajnoki címvédő Szekszárd hazai környezetben. A páros megnyerése után egyaránt két meccset nyert Madarász, Paszkájtje és Bilenkó is. A fővárosi tréner maga is elképedben nézte lányai nem várt vergődését az asztalnál. Erről most még nem tudok igazából mit mondani, hogy mi történt. A meccs közepén úgy éreztem, hogy egy kicsit elveszett a hit, amikor ilyen 3-0-4-0 volt, onnantól lett tulajdonképpen sima a történet, csalódottak vagyunk. Páros jó indult, 3-0-ra meg tudtuk nyerni, és én úgy gondolom, hogy szétesett a Budaörs. A szekszárdi klubmenedzser biztos benne, hogy a júniusi csapatbajnoki döntőben a Budaörs már az igazi arcát mutatja a két csapat várható bajnoki döntőjében. Remélem, hogy a döntőnek hívhatom, hogyha a Budaörsre találkozunk a Final Four-ba. Az egy más meccs lesz, más körülmények, más időpont, az egy újra egy nagy derbi lesz. A szétesőben lévő szekszárdi csapat aranyjal szeretné megédesíteni a búcsút.